Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét térségünk című műsorunkban. Mai vendégünk Brumbauer Tibor, a Tisztató Kft. Ügyvezető igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Kezdjük csókolom, üdvözlöm a kedves nézőket, üdvözlöm az abátszalókiakat. Hát igen, elérkeztünk a 10. Tiszatavi Böllér Fesztiválunkhoz, amit abátszalókon rendezünk meg, és igazából hát ezért tetszettek behívni ide, hogy ebbe erről csináljunk egy kis műsort, hogy igazából elmondjuk, hogy mi és hogy lesz. Így van, ugye 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a fesztivál, vagyis akkor pattant ki az ötlet, hogy ezt meg kéne rendezni. Egy picit térjünk már vissza a kezdetekhez. Milyen apropóból, milyen gondolatból született ez meg, hogy abátszalókon ilyen fesztivált kéne rendezni? Hát igazából volt egy kezdeményező, az Abádi Imi barátom, aki kipattant az agyából, meg egy pár emberkének, és összehívott 10 ötletgazdát, még az első 10 ötletgazdában én is benn voltam, és nekiálltunk ötletelni, hogy hogy lehetne egy ilyen fesztivált, egy hagyományőrző fesztivált igazán, mert a disznótor, az főleg vidéken, az egy hagyomány, és ezt szerettünk volna igazából még mélyebben gyökereiben visszavezetni az ősi disznótorokra, és hát éppen ezért népviseletbe öltözik be legtöbb csapat, képviselik a tájjelleget, portát építenek, kis házikókat, kunyhókat. Nagyon ötletesek a csapatok, van, aki még szalmával pörzsöl, régi pörzsölővel. Nagyon, nagyon sok jó ötletet látunk a csapatoktól, és nagyon sok kreativitás minden évben. Erre a fesztiválra az ország minden területéről, talán még külföldről is érkeznek résztvevők, vendégek, versenyzők. Igen, igen. Hát sikerült nemzetközivé tenni ezt a fesztiválunkat. Idén is 2 csapat is érkezik, egyik Erdélyből, a másik Szerbiából. Hát igazából Zentáról, magyar lakta területről. Nagyon készülnek, szinte napi szinten telefonálnak, hogy most ezt csinálunk, azt csinálunk, nagyon kedvesek, aranyosak. Csinálnak helyi ételeket, helyi specialitásokat például, de pont a zentai csapat több száz embernek hagymásvért egy nagy edénybe készít el, de azon kívül még kimondottan az ő tájjellegének megfelelően egy speciális ételt, el is mondták, hogy káposzta, birka, marha és disznóhús együtt főzve egy nagy cserépedénybe. Emellett egyébként 225 méteres kolbászt is sütünk, ez egy rekord egybe. Ezt a füredi jó barátok sütik nekünk, úgyhogy sok érdekes dolog lesz. Egybesült malacok lesznek például, 2 egybesült disznót, amit ott vendégek előtt sütnek és szeletelnek fel. Tehát akkor ami szemszájnak ingere és kapcsolódik a disznótorhoz, a disznóvágáshoz, azt március 12-én ugye a Vátszalókon megkóstolhatják a vendégek. A Vátszalókon pontosan ez hol kerül megrendezésre? Igen, ez most a 10. lesz, és ezért egy kicsit jubilálunk, úgyhogy igazából már pénteken kezdődik a fesztiválunk, egy országos sertéstenyésztő konferenciát, egy kis szakmát is belevittünk idén. Ez pénteken 1 órakor lesz egy szakmai konferencia, valamint pénteken 10 órától már a csapatok érkeznek és építik a Böllér falvát, ugyanis, mint mondtam, itt mindenki egy kis saját portát kialakít magának, amit szintén külön díjazunk. Na most, hát ezt nyilván szombaton már nem késő elkezdem, mert 6 órakor már levágják a disznót, ugye addigra mindennek ott kell lenni, kész kell lenni. Ez nem kis kihívás a csapatoknak is, de nagyon ügyesek, nagyon profik benne. Úgyhogy ez lesz a pénteki nap, ennek a felállítása, valamint a szakmai konferencia. Szombati nap lesz a disznótor, reggel 6-kor kezdődik, de mivel ez több napos ünnep, ez az első, hogy így esik a disznótor, mivel előző hétvége az munkanap, úgyhogy egy héttel később kellett megrendeznünk. Ez több napos ünnep, ezért úgy döntöttünk, hogy vasárnapra is lesz azért még nem csak a szívenyelveleves és a sátorbontás, ami a hagyomány volt, hanem még egy kis toroskáposzta lesz a vendégeknek, biztos akad még egy kis hurka kolbász, sőt a kirakodó vásárból még lesznek ott vásárosok, akik maradnak vasárnapra, még valószínűleg gyerekeknek is valami kis programot beteszünk, ugyanis a vásárosok sem egy elhanyagolható tényező, több mint 60 árusunk lesz, ezek népművészeti, népi hagyomány jellegű ételekkel, sajtokkal, házisörrel, pálinkával és nagyon sok más
ajándékokkal színesítik, a kirakodó vásáros színesítik a rendezvényünket. És lesz még egy különlegessége, hogyha jól tudom, a hungarikumok is képviseltetik magukat. Erről lehet bővebben tudni, hogy hány hungarikum fogott megjelenni? Igen, igen, tavaly már a hungarikumok utcáját felépítettük, és a hungarikumok jöttek hozzánk, meglátogattak bennünket, ez is színesíti természetesen. Idén leginkább nem is annyira a gasztronómiai jellegű hungarikumokkal készül a hungarikum, tudtam szerint, hanem lesz a csipke, a matyó, a különböző méz, meg más hungarikumok, nem csak a disznó, mert tavaly egy kicsit talán úgy éreztem, hogy inkább a disznótól az a kolbászokra volt kihangsúlyozva, de mint tudjuk, nagyon sok hungarikumunk van, hála Istennek, és hát reméljük, hogy minél színesebb palettával, akár kiállítási formában, nem csak vásárlás, hanem kiállítás formában hungarikumok megjelennek. Bízunk benne, hogy közel 44 hungarikumból minél igen, több ott lesz majd jövő héten, szombaton a Bátszalókon. Ugye színes kísérő programokat is látunk hirdetésen. Erről néhány gondolatot. Mindenképpen meg kell említenünk, itt van előttünk épp egy plakát, hogy a rendezvény fővédnöke, mint az elmúlt években is, dr. Fazekas Sándor, földművelőségi miniszter, a térségünk országgyűlési képviselője, a fővédnökünk, de ebbe az évbe sikerült Borbás Marcsit, a gasztró angyalnak a főszerkesztőjét, a műsorvezetőt, főszerkesztőjét megnyernünk, aminek nagyon örülünk, úgyhogy ő igazából rendezvény háziasszonyaként meg fog jelenni nálunk, valamint a jókedvről Ihos József humorista fog gondoskodni. A szponzorainkat még szeretném megemlíteni, mert nagyon idén új szponzorral indultunk, a Pemika Trans Kft. És a Hegedűs Hús BT a két főszponzorunk, akik nagyon lelkesen és nagyon, nagyon odaadóan dolgoznak, készülnek el a rendezvényre, úgyhogy reméljük nagyon jó lesz a programok. Egésznapos programjaink vannak, hát nagyon remélem senkit nem sértek meg, ha véletlenül kimarad, nem is tudnánk felsorolni, a műsoridő nincs olyan hosszú, hogy felsoroljuk az összes fellépőnket, de hogy kiemeljek egyet-kettőt a nótázásról, a Jó ebédhez szól a nóta, mivel itt vagyunk most Karcagon, Karcagi Nagy Zoltánt említem talán először, Karcagi Nagy Zoltán fog egy kis nótát ebédhez, tényleg a Jó ebédhez szolgáltatni, valamint az éneklő szakácsok lesznek, de fellép többek között a Nagy Kun Néptánc Együttes, lesznek népzenészek, a záró, talán úgy mondanám, záró programként a Balkán Fanatik Együttes élő nagy koncertet ad. Úgy éreztük, hogy éveken keresztül nem akartunk különösebb koncertvel elvinni ezt a rendezvény, ugyanis egy gasztronómiai fesztiválról van szó, de a Balkán Fanatiknak a dalai, a stílusa beleillik a Bölér Fesztiválba, úgyhogy idén a Balkán Fanatik is fel fog lépni. Említette a támogatókat, ugye ezek nagyon a szponzorokat, akik nagyon fontosak egy ilyen rendezvény megszervezésénél, lebonyolításánál, hogy meglegyen a háttér. Ha jól tudom, nekik is egy külön utca kerül kialakításra? Tehát ők is részt vesznek a versenyen, csapatokkal? Igen, igen, hát a főszponzoraink úgy is került kiválasztásra a szponzorok, mert nagyon, nagyon nagy örömmel és tényleg nagyon jó érzés volt látni azt, hogy bőségesen volt válogatás a szponzorok közül. Nem is akartunk válogatni, de igazából azért csak egy gazdasági egységet vezetek, úgyhogy ennek volt egy kis gazdasági része is, hogy mi alapján válogattuk ki a szponzorokat, de többek között a Hegedűs Hús BT-re azért is esett talán a választás, mivel ő tiszatavi termékeket, a nevébe benne van tiszatavi kolbász, tiszatavi májas, és mert ez a tiszatavi rendezvény Tiszatorról van szó, ezért, de Hegedűs úr garantálta, hogy nagyon-nagyon széles palettával fogja várni az odaérkezőket, nem csak kóstol oltatás céljából, hanem vásárolni is lehet ezekből a termékekből. De ezen kívül
a több szponzorok, meg úgy éreztük, hogy van egy-két kiemelt dolog, ami érdekes lehet, és tényleg belevág a rendezvénynek a profiljába. Őket betesszük egy külön utcába, ahol lesz egy úgynevezett szponzorok utcája, ahol bemutathatják a termékeiket, és megmutathatják magukat. És ugye ez egy fesztivál, de gondolom, hogy versenyeznek is a csapatok. A zsűriről mit lehet tudni? A kettőfajta zsűrink van. A zsűri az, hát igazából négy zsűrink van összesen, mert hozzáteszem, hogy van Pogácsa zsűrink, és van Pálinka zsűrink is, úgyhogy nem csak a csapatok, de a bármilyen látogató, vagy bármilyen helyi, vagy környékbeli háziasszony, aki úgy érzi, hogy a pogácsáját meg szeretné mutatni nekünk, nagyon szívesen vesszük és díjazzuk ezeket a pogácsákat, valamint aki úgy érzi, az elmúlt években nagyon finom pálinkát tudott főzni, akkor itt meg lehet mutatni ezen a versenyen, ez lesz a pálinka és a pogácsa verseny, oda is vannak zsűrieink, valamint hát nyilván a szakmai zsűri, meg a szakács zsűri. Van egy hentes zsűrink, egy szakmai zsűri, aki a bontást, igazából a szúrástól az egész bontásnak a végéig díjazza a csapatokat, értékeli a csapatokat, pontozza, és utána díjazza természetesen, valamint a szakács zsűri, aki az elkészített ételek minőségét díjazza, pontozza és értékeli. Na most ezekben a zsűribe összesen a zsűritagunk több mint 20 zsűritag van ezekben a négy zsűribe összesen. Ön ennek a fesztiválnak az összefogója, szervezője, aki a szálakat a kezében tartja. Most itt az utolsó hétre esetleg a nevezőknek, vagy akik még nem jelentkeztek, jelentkezhetnek-e még erre a fesztiválra, vagy már lezárult a kör, és már nem tudnak bejutni? Igazából elfogadunk még, főleg a környékből jelentkezőket, mert csak azért a megyébe vagyunk, a régióból természetesen jöhetnek, nyilván a külföldi vagy messzebbről érkező csapatoknak már nem olyan könnyű megszervezni esetleg az utazást, a logisztikát, de még a környékből jöhetnek csapatok. Igazából 30 sportát mértünk ki, és most már 27-en vagyunk, de azért még, hogyha valaki szeretne megoldjuk. Az elmúlt években kevesebb csapat, tavaly úgy emlékszem 22 csapat szerepelt, vagy 21, úgyhogy idén még több csapatot szeretnénk látni, meg látunk is vendégül. Igazából március 4-ig az úgy határ, március 4-ig lehet még jelentkezni, március 5-én már a csapatoknak lesz egy eligazítás, valamint kisorsoljuk a portát március 5-én szombaton, de még a napokban egy-két nap alatt esetleg, hogyha valaki kedvet kap hozzá, és jól fölköti a gatyáját, az... Tehát akkor ez az üzenet szervezőként is, hogy mindenki készüljön megmérettetésre. Igen, mert hát erről szól lesz az egész egyébként. Minden csapatot díjazunk, nyilván van egy-kettő-három csapat, van külön díj, a külön díj. Most a lényeg igazából ennek a fesztiválnak a többi fesztivállal ellentétben, hogy itt nem lehet vásárolni terméket. Itt nem lehet vásárolni. Itt a malacnak a fülétől a farkáig, a hagymásvértől a káposztáig mindent kóstolójegyre lehet kóstolni. És az a csapat, aki a legtöbb kóstolójegyet szedi be a vendégektől, mármint megtisztelik a vendége azt a csapatot, hogy őnál akarják kóstolni, mert valószínű a legszebb a kínálat, a legjobban néz ki az áru, vagy nem tudom mi alapján, de valami alapján ezek kapják a külön díjat, ezek a csapatok. Vagy ez a csapat kapja a külön díjat. De egyébként idéntől van egy más rendszerünk is, hogy a csapatoknak juttatunk a kóstolójegyekből is egy bizonyos juttatást, hogy még jobban érdekelté legyenek téve a csapatok abba, hogy minél több kóstolójegyet beszedjenek, és azt le is adják igazából, hogy és mint mondtam, az a nagyon érdekessége, hogy nem lehet vásárolni az áruból, ami ott elkészül, de lesznek árusaink, ahol tudnak kolbász, hurkát, bármit vásárolni, hogy az akarnak vinni szuvenírbe, esetleg a családnak, ismerősöknek. De viszont ezek a csapatok ugyanúgy a 225 méteres kolbász, a nagy edénybe sütött hagymásvér, a két nyárson sütött disznó, valamint a 25 vagy 27 csapat, aki a disznóját feldolgozza, kapott sertést feldolgozza, ez mind kóstolójegybe ki lesz kóstoltatva a részvevőknek. Tavaly 8000 körül volt a létszám, idén 10 000 embert várunk erre a rendezvényre, és tényleg buzdítok mindenkit, reméljük jó idő lesz,
hosszú hétvége, úgyhogy jöjjenek a kedves látogatók, mert tényleg egy nagy élmény. Aki még nem volt, annak mindenképpen meg kell próbálni, mert egy nagy élmény. Nekem volt szerencsém már részt venni egy ilyen Tiszatoron. Nagyon jó hangulatú volt, azt tudom elmondani, és én kívánom önöknek, hogy legyen jó az idő, ne legyen nagyon meleg, egy kis csípős hideg az nem állt ilyenkor a Disznótor alkalmával, és az utolsó napokra, az utolsó hétre pedig még jó szervezést kívánok önöknek. Remélem az esernyőt ott ohant, hogy igen, arra lenne. Szükség, bízzunk benne, mert az megnehezíteni mindenkinek a dolgát és a munkáját. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, minden jót kívánok a köszönöm, jövő köszönöm hétre. A lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket.